A film vásznon és a színpadon is óriási sikerek részese Szabó Kimmel Tamás. Ő az egyik főszereplője az 1945 című filmnek, amely a nagy európai fesztiválokon is elnyerte a kritikusok és a közönség tetszését. Közben pedig olyan közkedvelt darabokban játszik a színházban, mint a Dühöngő ifjúság. A stúdióban Szabó Kimmel Tamás. Na hát itt van a művész úr, jó estét kívánok! Jó estét, már szerelmes, kezdjük is! Szép fiútól kezdve a nagyvagányig mindenféle volt a pályája kezdetén, főleg a pályája kezdetén Szabó Kimmel Tamás. Most már. Én azt remélem, hogy gondolkodnak benned máshogy is már. Egyébként de igen. De ezt neked kell tudnod igazából. Igen, azt veszem észre, hogy igen, illetve a belső igényem most már évek óta afelé irányított, hogy ennek hangot is adjak, és egyre inkább találnak meg azok a dolgok, amik már egyel több rétűbb szerepek, mint egy átlagos hős, vagy egy átlagos szép fiú, vagy a szerelmes. A valódi Szabó Kimmelt látták meg benned, amikor ezt látták meg benned, vagy ez a Made in Hungária elindított, igen. És az ugye kicsit rád ragadt az elején, és hát, ki kellett küzdened ebből magad? Ebben volt egy, azt hiszem, 5 évem, ami tudatosan nem vállaltam semmiféle azzal kapcsolatos utána levő promóciós eseményt, vagy bármit, amivel összeköthető lenne. Egyrészt ezzel a hirtelen jött népszerűséggel, ami akkor nagyon érezhető volt még egy, tehát akkor nekem az újdonság volt, és nagy váltás volt az életemben, ezzel nem sokat tudtam kezdeni, vagy nem sok mindent tudtam kezdeni, és ettől frusztrált lettem. De mi nem tudtál? Hát ebbe szoktak kapaszkodni pályakezdő színészek. Igen, de közben meg nyilván velem is elszállt egy kicsit a ló, de közben olyan helyről jövök, hogy ezt azonnal tudtam, hogy nem jó. Mindig van bennem egy ilyen egészséges vészlámpa, ami megszólal, hogyha túltolom, és az akkor megszólalt, és valahogy azt éreztem, hogy egy kiút van ebből, hogy én ne örökre a Fenyő Miki legyek, hogyha ezeknek ellenállok ezeknek a meghívásoknak, illetve az ilyen jellegű. Ugye volt akkor arról szó, hogy lesz egy második része annak a filmnek, ami Kubában forgattuk volna, sajnos nem jött össze, de arra még talán igen ez mondtam milyen volna. Milyen csapás lett volna azért Kubában, igen, hát az elég forgatás. Volna egy 40 napot forgatni. Szóval de aztán keményen dolgoztam, és ebben nagyon sokat segítettek azok az emberek, akik a színházban, és aztán később filmen is adtak nekem olyan lehetőségeket, amik túlmutattak már maga a szerep ezeken az egységkúbban. Idézőjelben is csúnyán fogalmazva pofosztak is, hogy térj vissza önmagadhoz, hogy gyere lejjebb egy kicsit? Nem nagyon kellett engem pofozni, illetve kaptam én elég pofont, meg kapok most is az életben, hogyha valami egy kicsit félremegy, vagy egyre inkább ezt érzem, hogyha nem a jó úton megyek, akkor azonnal jönnek a sallerek. Azok milyenek? Hát nagyon rengeteg munkát buktam el most például az utóbbi időszakban, amik ilyen hirtelen jött munkák lettek volna. Volt közte filmes is, volt közte reklámabb dolog, és mind-mind arra vezettem vissza, hogy valószínűleg én nem vagyok most jó paszban saját magammal, főleg szakmailag, azért is érdekes, hogy pont ezzel kezdtünk, és akkor úgy próbálom magamat visszaterelni valami belső értékhez, vagy amentén menni, és kevesebbet kiadni az én gondolataimból, vagy az épp aktuális hirtelen felindulású véleményeimből, és szigorúan arra koncentrálni, hogy az épp adott estén, vagy az új feladatomnak megfelelően járjak el. Szakmailag nem vagy rendben magaddal? Igen, azt nem érzem, vagy a helyeden? Nem az, hogy nem vagyok a helyemen, mert az Olai Tibor csapatában elég jó helyen vagyok, és elég megbecsült helyen vagyok, tehát azért nem tudom, nem gondoltam volna, hogy elmondhatom majd azt magamról, hogy egy színházi producer, vagy egy most már kvázi társulatvezető a kedvemért, vagy nekem megveszi mondjuk a Szálak a kukfészkére jogait, hogy én azt eljátszhassam, bár sose kértem. Azt neked vette? Hát gyakorlatilag azt megvásárolt azt a jogot arra, hogy azt a szerepet én eljátszhassam. Még ha ez így face-to-face is volt. Hát igen, és akkor még sorolhatnám. Szóval nagyon jó emberekkel vagyok körülvéve, nagyon jó munkákban vagyok. Akkor mi bajod? Nem tudom, valahogy azt érzem, hogy meg egy kicsit talán most így közel a 34-hez megrekedtem, és valami, és elkezdtem egyre több könyvet olvasni a szakmámról. Keresgélek olyan kurzusokat, amik elérhető távolságban vannak, itthon azért nem sok van, vagy mondjuk aki tart, attól én nem szívesen tanulnék, vagy nem hiszem azt, hogy tőle sokat tudnék. Akitől meg szívesen tanulnék, na most meg nem tart. És ki tart? Hát most ebben nem menjünk bele, nem igen. Sok van egyébként, de filmes kurzusok, amik nagyon érdekelnek, vagy színházi új nézetek nagyon érdekelnek. Tehát most kezdtem el igazából azt érezni, hogy tehát most van valami, amit tudok, és tök jó, hogy ezt tudják, hogy én ezt tudom, de hogy azért most már önmagam igényességéből is fakad, hogy vagy az önmagam iránti igényességből. Keresett, hogy tudnám még mást is, csak igen, az hol van? Igen, hogy vagy olyan emberekkel, vagy olyan témákban. Azt szokták mondani, lehet, hogy úgy hülyeség, ahogy van, hogy ez a kőszínházi keret, ez egy kalitka.
Tehát, hogy abból borzasztó nehéz kísérletezve kitörni, mert az sehol nem engedik. Illetve kitörheztet, én is voltam a Nemzeti Színházban 5 évet, utána meg volt a lehetőségem, hogy elmenjek egy másik nagy színházba, amire nemet mondtam, és meg volt a lehetőségem, hogy alternatív helyre is elmenjek, ahol nulla pénzből önmagunk is mások. És néha alternatív helyre kirándulni, hogy keres magadban valamit? Megmondom őszintén, 2 gyerek mellett annyira vagyok kísérletező, de az anyagi vagy az egzisztenciális részét most már szem előtt kell tartanom, és nem tudok elmenni. Ez milyen furcsa, ezt te rendszeresen előhozod. Múltkor olvastam egy interjút veled, de ott is arról beszéltél, hogy a család és a pénzkereset, és hogy muszáj hát annak megfelelni. Ezt téged nagyon erősen foglalkoztat? Nagyon erősen foglalkoztat, biztos ez az én gyerekkoromból is jön, hogy például ez most egy ilyen vadarság, de hogy nekem 2 bátyám van, mondjuk én sose kaptam új ruhákat. Tehát én mindig a levetett göncöket örököltem. És 15 évesen, amikor elkezdtem egy kaposvári Délini Vándor színtársulat tagja lenni, és ott előadásokat csinálni, akkor már kerestem, és azokat én azonnal mentem és vásároltam el ruhákra. Tehát van bennem valami olyan kielégítetlen, vagy volt bennem ez a vásárlási mánia, hogy nem tudom, szóval csak ez így érdekes, hogy most ezt mivel kapcsolatban is hoztam fel? Hogy a pénz és a családon eltartása, hogy fenntartani a családot. Igen, és van nyilván egy életszínvonal minden embernek, ami alá nem szívesen megy, ami felé bármikor, vagy fölé bármikor, amit szeretne tartani, és amikor van egy, most már 1 éves a fiam, és mindjárt 5 éves a lányom, és természetesen a feleségem, amikor otthon van most a fiunkkal, akkor nekem kell megteremteni mindazt szabadúszóként, ami egy családot fenntart, tehát az anyagi részét, meg nyilván ennek a lelki vagy szeretet részében mind a ketten aktívan részt veszünk, de az anyagi részét azt most nekem kell előteremteni, és akkor már megfontolod, hogy feladod-e a nagy művészi elképzeléseidet. Na ebből a szempontból nem bántad meg, hogy Vigyánszki Attilának nemet mondtál? Egyáltalán nem, de azért más fizetések voltak. Más fizetések voltak, de ott egymásnak mondtunk nemet. Szerintem ez a korrekt, hogyha ezt így mondjuk. Az egy nagyon szép kiszivárogtatás volt, hogy én nemet mondtam, pedig ő annyira akar, de ez nem így történt. Nem tudom, hány órát voltam benne. Részletesen el tudom neked mesélni a műsor után, hogy mik hangzottak el. Itt nem szívesen mondanám el, de nem volt olyan a helyzet, hogy ketten igen mondjuk. Folytathatatlan volt? Igen, pedig egyébként szerintem teljesen nyitottan. Én a magam részéről tudok nyilatkozni, nyitottan ültem ott. Az volt a baj, hogy alföldi emberinek látszottál? Szerintem igen, az volt a baj, meg ott jöttek ezek a különböző ilyen nagy tehát szó volt kereszténységről és egyéb szexuális orientáltságról egy színházon belül, vagy egy előadás kapcsán, és akkor azt gondoltam, hogy ez nem méltó, hogy ilyenekről beszélgetünk. Milyen furcsa kereszténységről beszélt neked, aki aztán Jézust játszottál? Én játszottam Jézust, igen. 33 évesen. 33 évesen, eléggé féltem is, hogy leesek. Hát nem, hanem, hogy leesek a keresztről, mert ott a Robinak volt egy ilyen hete, amikor kitett egy 10 méterre húz fel a végén a kereszten, és ez nekem baromi sokkolóként ér, mert utálom a magasságot, és akkor azt hiszem egy hétig nem aludtam jól, és aztán mégis 2,40 vagy 3 méter lett belőle, és az már megnyugtatóbb volt az a magasság. De valóban 33 évesen aztán meg eljátszottam Jézus, de nem vagyok egyébként, bár keresztény vagyok, de nem gyakorlom a vallást, és nagyon sok kritikával tudnék élni. Mondtad hajdanában, amikor a Húzós című műsorunknak voltál a vendége, hogy neked nagyon komoly gondot okozott, hogy egy csomó olyan dolgot kellett eljátszanod a pályád elején, ami nem volt meg neked. Tehát nem voltak családi tragédiák, ez az amaz. Na de nekem akkor erről nem beszéltünk, az jutott eszembe, hogy a gyilkos sem úgy játssz el a színész, közben muszáj embert ölnie. Tehát végig kell menned mindenen? Nem feltétlen kell végigmenni, de szerintem nagyon sokat ad egy ember személyiségéhez, hogyha a hogyha olyan nagy élet történéseken van túl, és ez lehet tragikus, lehet pozitív, például egy gyermek születése az legalább annyira fontos szerintem is a személyiségedhez hozzáad, vagy változtat a személyiségeden. Például most már tényleg meg tudom magamon figyelni, hogy mennyivel lettem nyitottabb, vagy elfogadóbb, vagy türelmesebb, vagy türelmetlenebb azáltal, hogy 2 gyereknek az apukája vagyok. Tehát ezek ugyanúgy hozzáadnak. Ez a szerepben is megjelent már? Szerintem megjelent, igen. Tehát például, nem is tudom már melyik. Igen, most nyáron forgattam Szász Attilával az Apró Mesék című filmet, és abban volt egy gyerekszereplő, és akkor nagyon sok olyan helyzet volt, amikor nem nagyon kellett hova nyúlnom, mert a természetesen jött, hogy a fiamat helyettesítettem oda, vagy a lányomat, tehát hogy a gyerekkérdés az például így. Meg szerintem sokkal nyugodtabb is lettem sokszor, szóval hogy érzem... Nem vagy hirtelen haragú? Talán nem, már csak ritkán. Kevesebbet, és akkor is megmondom, kevesebbet üvöltözöm, és azonnal helyre rakom. Ott volt a Mojónak a premierje, majd Orlaiéknál a belvárosiban, ezt játszátok nyáron is, de nyáron végig fogod dolgozni az egész időt? Nem, egyrészt hál' Isten, és másrészt sajnos, lett volna egy film, ami elnapolódott, ami elég nagy érvágás volt nekem, mert nagyon vártam, meg nagyon készültem rá, az most úgy néz ki, hogy elcsúszik, és akkor
az, amiatt a film miatt nem tudtam volna úgy, azt hiszem, bevállalni a Mojo-t, vagy valami kavarás volt, de aztán mivel az nem lett, ezért akkor ezt meg tudtam csinálni. És abból keveset játszunk, főleg a Balaton partján, ezeken a szabadtéri helyeken, tehát az egy Tihany, de most például visszük Pécsre. Hát nem rossz hely, nem is azért mondom. Szuper helyek ezek, illetve augusztusban elkezdek egy új előadást az Orlainál a 3 esős nap címmel. És most végre, csak hogy visszatérek az elejére, hogy szakmailag hogy érzem magamat, vagy hogy nem, van szó egy egyedülálló dologról, ami egy elég húsba vágó és aktuális téma, amiről most sokat még nem mondhatok, mert most zajlanak az egyeztetések. Na ezt így ne csináld, egy mondatot azért mondj. Hát terveink szerint Novák Eszterrel dolgozom majd benne, tehát őt kértem fel rendezőnek, és meg azt mondta, hogy meg is sértődött volna, ha nem ővele csinálnám. Egyrészt ő volt az egyik mesterem a főiskolán, a másik Asher Tamás, és azt gondolom, hogy ő ismert talán a legjobban a magyar színházi rendezők közül, illetve emberileg is 18 éves koromtól gyakorlatilag egészen eddig a percig is velem van, vagy ha bajom van, akkor fordulhatok hozzá. Sokat dolgoztunk együtt, jól dolgozunk együtt, és a téma pedig egy olyan dolog, amiben a bizalom miatt én azt gondolom, hogy ő vele vágyjuk ebbe bele. Ez egy monodráma, de nem egy megírt monodráma, azért az Őrült napolaján kívül nem hiszem, hogy olyan sok olyan monodráma van, amiben nem csak azt tudod megmutatni, hogy jó, egy frankó színész vagy, de azon túl még mit tudsz adni. Ezért akkor úgy döntöttünk, hogy összerakunk egyet magunknak. Úgyhogy az egy izgalmas, de ez a jövő évi. Úgyhogy ez most nagyon foglalkoztat, és erre gyűjtök anyagokat még a nyáron, amikor esetleg nem Tihany. Jó nyarat, neked meg a családnak. És köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Híradóval folytatjuk mindjárt, és aztán folytatódik az egyenes beszél is.